Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár urak, képviselőtársaim. Előbb itt hangzatos szavakat, illetve hát bekiabálásokat is hallottunk azzal kapcsolatosan, hogy a hazai úgynevezett baloldalnak mennyire fontos a magyar munkások, magyar munkavállalóknak a sorsa. Egyáltalán nem kívánom védeni a kormányt, félreértés ne legyen, mert megkapják tőlünk a maguk kritikáját, de azért úgy beállítani a dolgot, mintha minden most kezdődött volna, minden ez alatt a kormányzati ciklus alatt kezdődött volna, és lett volna, vált volna Magyarország egyfajta ilyen gyarmati modellnek az állatorvosi lovává, ez nettó hazugság. Az a helyzet, hogyha visszatekintünk már a rendszerváltást megelőző időkre, akkor hát egyes számítások szerint a gyarmati modellnek betudhatóan, az impexek uralmának betudhatóan, ami Magyarországot egy hihetetlenül kártékony pályára állította, 242 milliárd dollárt pumpáltak ki 1980 és 2010 között hazánkból. Egész biztos, hogy 2010 óta is tovább növekedett. Nagyon jó lenne látni ezzel kapcsolatos számokat, egész biztos, illetve nem lenne olyan jó, mert egész biztos, hogy megdöbbennék ennek mértékén, és az a gyarmati kifosztottság, amiről én magam is, Z. Kárpát Dániel képviselőtársam is oly sokat beszéltünk itt, és kárhoztattuk ezt a modellt, még inkább alátámasztást nyerne. És hogy Orbán Viktor a nemzeti frázisok ellenére, a szuverenista szöveg ellenére, mennyire tovább viszi ezt a végtelenül kártékony vonalat, azt jól jelzi mondjuk a 10 évvel ezelőtti riádi beszéde, amikor ugye ott azzal kívánta becsalogatni, ide csalogatni az arab befektetőket, hogy meglepően olcsó a magyar munkaerő, a minőségihez képest meg aztán pláne, és rendkívül rugalmas a munkatörvénykönyve. Tisztelt képviselőtársaim, hogyha ezt így egymás mellé tesszük, akkor ez nem más, mint a vegy tiszta neoliberális felfogás, ami ezt az országot még egyszer ki kell, hogy jelentsem, egy iszonyatosan rossz pályára állította. Hiszen, hogyha megnézzük, és európai minimálbérről, meg európai bérekről beszélünk, akkor nézzük meg, hogy mekkora az egy órára jutó átlagos bérköltség. Ez hazánkban alig haladja meg a 10 eurót, szemben az Európai Uniós több mint 30 eurós átlaggal. De ne menjünk akkor olyan messze, és ne csak a nyugattal példálózzunk, nézzük Szlovákiát. Ott is másfélszeres összeggel találkozhatunk. És hogyha ez az összeg, az egy órára jutó munkaerőköltség, bérköltség másfélszeres, akkor nyilvánvaló módon annál több jut bérekre, annál több folyik be egyébként hozzáteszem adók formájában is a költségvetésbe, és amiből aztán lehet akkor majd szociális területre fordítani, egészségügyre, oktatásra, és lehetne sorolni. Nos, azzal egyébként egyet tudunk érteni, hogy a minimálbérnek a megállapítása az transzparensebb módon történjen Magyarországon, tehát a törvényjavaslatnak ez a része részünkről rendben van. Viszont az a filozófia, ami az egészből kiolvasható, és ami a gyakorlatban, és ez a fő, megvalósul Magyarországon, az pedig horrorisztikus. És itt az előbbi bekiabálókkal kapcsolatosan azért hadd idézzek föl néhány számot. 98-ban 19.500 forint volt Magyarországon. A bruttó minimálbér, ez 2002-re 50.000 forintra nőtt. Emlékszem még azokra a kaviár baloldali, illetve életmód baloldali huhogókra, akik az akkori kormányzatot kárhoztatták amiatt, hogy ezt az iszonyatos emelést a magyar gazdaság nem tudja majd elviselni. Ebben önöknek igazuk van. Viszont, államtitkár úr, nézzük meg, hogy hova kormányozták, hova juttatták most arra Magyarországot. Az egy főre jutó fogyasztás tekintetében és a munkásembert, a dolgozót, vagy éppen a nyugdíjast is, nyilván ez az a mutató, ami a leginkább érdekli. Én magam nem vagyok egy GDP fetisista, lehetne annál is, lehet is sokkal-sokkal jobb mutatókat találni azzal kapcsolatos, hogy mégis mennyire megy jól egy ország gazdaságának a szekere. Viszont, hogyha az egy főre jutó fogyasztást nézzük, akkor ki kell mondani, hogy Bulgária és megelőzte hazánkat. És kormányzati berkeken belül is van azzal kapcsolatosan némi vita, hogy tapasztaltuk, hogy minek tudható be. Van, aki azt mondja kormányzati részről, hogy Magyarországon az emberek sokat takarékoskodnak. Államtitkár úr,
tetszik rá emlékezni, nem olyan régen volt éppen ezzel kapcsolatosan felszólalásom, amikor azokat a halmozottan hátrányos helyzetűvén nyomorított járási adatok hoztam föl és citáltam ön elé, mint ahonnét én is érkeztem. Tehát például akkor a dél-somogyi Barcsi járás, ahol a mediánbér, és akkor ne átlagbérekkel zsonglőrködjünk, vegyük a mediánbéreket, azok bizony 220 ezer forint körül mozognak. És hogyha nekem valaki meg tudja mondani, hogy ebből a 220 ezer forintból hogyan lehet takarékoskodni, amire hivatkozva egyébként ugye kormánypárti reprezentánsok azt mondják, hogy hát ezért nem nagy a magyar fogyasztás szemben mondjuk a románnal vagy a bolgárral, akkor megemelem előtte a kalapomat, mert ez egészen egyszerűen nem igaz. Ilyen nyomorúságos fizetésekből félre rakni nem lehet, hanem csupán csak vegetálni. A Jobbiknak, és erről Zé Kárpát Dániel képviselőtársam egész biztos, hogy beszélni fog, konstruktív javaslatai vannak azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehetne ezt az abszurd, vérlázító és Európában gyakorlatilag egyedülálló és elfogadhatatlan helyzetet kezelni. Miként azzal kapcsolatosan is vannak javaslati megoldásaik, megoldási javaslatok, hogy azt a lecserélési folyamatot, az hogyan lehetne meggátolni és visszajára fordítani, amely szemünk előtt zajlik? Hiszen hogyha megnézzük azt, hogy mostanra körülbelül 120 ezer migráns munkás tartózkodik az országban, és önök 500 ezer főben gondolkodnak, akkor az ember elborzad, és utalni kell itt mondjuk a Somogy megyei kicsiny Tab városára, ahol alig élnek 4000-en, de több száz filippino migráns munkást foglalkoztatnak már úgy, hogy számos Somogy megyei faluban megnyomorognak, az emberek nem jutnak munkához, mert a statisztikai átlag szerint is háromszorosa az országos munkanélküliségi mutatóknak az ottani számok, amelyekkel találkozhatunk. És hogyha már migráns munkásoknál tartunk, államtitkár úr megörvendeztetne, hogyha itt akkor szóban válaszolna arra, hogy szűke Pátriában a valóban a Dunántúl, a Dél-Dunántúl perifériának tekinthető Somogyországban mennyi migráns munkással találkozhatunk, ugyanis többszöri írásbeli kérdéseim gyakorlatilag lepattantak önökről, érdemi választ nem kaptam, a munka.hu oldalra irányítottak, hogy ott majd akkor választ kapok a kérdéseimre, csak az a helyzet, hogy a megyei aloldalak feltöltés alatt vannak. Tehát egy dolog a propaganda, amelyről önök oly előszeretettel beszélnek, egy másik dolog pedig a véres és szomorú valóság, amelyen a magyar emberek, a fiatalok is találkoznak, melynek betudhatóan a lábukkal szavaznak, hiszen több százezer honfitársunk hagyta ott ezeket a nyomorsújtotta régiókat, és az még a Jobbik eset, hogyha csupán Magyarországon belüli vándorlásról beszélhetünk, de sokan bizony nyugatra mennek, mi viszont azt mondjuk, hogy nem nyugaton kellene megkeresni az európai átlagbéreket, hanem itthon minden nemzeti és felelős politikának ez kellene, hogy legyen az alapköve. Köszönöm.